van, úgy bennünk élnek ezek az általunk ismert vagy ismeretlen személyiségek, amiket ki lehet fejteni egészen a végtelenék, nem? Szóval nagyon szép metaforát alkot, mint a matruskászorosz babák, ahogy egyre kisebb és kisebb, vagy ugyanabban a változatban, de más alakban előbukkannak. Porque era una síntesis. Igazából ez volt a legmegfelelőbb kép és egy legösszetettebb fogalom, amit mi ki akartunk fejezni az előadással. Egy olyan nőről van szó, akiből előjön egy másik, és mindig újabb és újabb személyiségek. Nem egy nőről beszélünk, hanem több nőről beszélünk, és bármelyik nőről is beszélhetnénk. Porque estamos hablando de alguien que tudatosan eldönti, hogy elkezdi keresni önmagát, hogy kicsoda. És aki ezt elhatározza, találhat olyan dolgokat is, amiket nem várt, és még rá is csodálkozhat, vagy talán egy-kettő dolog tetszik neki, és egy-kettőben csalódik. Pero Matruska también es nem csak erről a nőről van szó, hanem maga a darabnak a szerkezetéről is. Különböző nyelveket használunk, ugye, hogy van benne színház, tánc is, clown is. Ezek úgy egyik a másikból előjönnek is, hogy előbukkannak. Ami velünk történik, az ugyanúgy, mint a Matruskával, hogy igazából mi is most egy ilyen kutató munkával kezdünk bele, ahol állandóan új és újabb matruskákat találunk, és újabb kiutat és újabb lehetőségek. Körülbelül egy éve született meg az első verziója a Matruskának. Az nagyon sok improvizációból jött. Utána a második verzió, abból csináltunk egy új változat, és most jön egy harmadik, ami nem volt annyira lehetőség improvizációra, mert igazából már van egy alapanyag, amin dolgozunk. Miért? És már megy, manapság ez elég nehéz fogalom, nem? Hogy táncszínház, fizikai színház, hogy keverednek, nem? Ez nagyon sokan csinálják. Ami viszont minket érdekel, az a fizikai színház, hogy igazából a színháznak 100%-os ereje van, ugyanúgy a táncnak, és ugyanúgy más ágaknak, a clown. Ez nagyon nehéz, szóval mi két éve dolgozunk ahhoz, hogy egy olyan nyelvezet alakuljon ki, nem csak tőlünk függ, hanem az emberekkel is, akikkel dolgozunk. Ezért mondtuk, hogy az improvizációk, meg igazából egy csapatot alkotni, akikkel egyfajta nyelven tudunk kommunikálni. Majdnem mindig üres térrel dolgozunk, ahol minden lehetséges. Van egy díszlet, ami egy nagyon egyszerű fehér lepedő, ami beterít az egész teret, és igazából az egy dolog, de hatalmas, szóval rögtön átalakítja a helyiséget, és nagyon sokat dolgozunk tárgyakkal is. Úgyhogy ami a legfontosabb a szereplő maga, ahogy életet ad a tárgynak és a díszletnek, az, ami nekünk fontosabb. Az hazugság, hogy az üres teret nem kell felöltöztetni. Ugyanúgy, mint ahogy a fényekkel, hogyha egy ilyen egy kicsit komplexebb előadásokban a fényel lehet felöltöztetni. Szóval ugyanúgy. Ha hirtelen elmegyünk Magyarországon színházba, ahol egyáltalán nincs ilyen technikai lehetőség, akkor nem fogunk ettől függni. Szóval ugyanúgy ez a varázs vagy a hangulat, ami kell, amit várunk, vagyis elképzelünk, az meg kell, hogy legyen anélkül is. Para mí nunca se acaba el proceso. Hogyha így végigkutatnak a legeslegutolsó darab, hogy látjuk, hogy már a legkisebbeket már kisebb festik, nem a matruskákban. Úgyhogy a legkisebb lenne talán a legszegényebb is, amelyikben legjobban csalódnánk. Ha túl tudnánk haladni a fizikai törvényeken, akkor még folytatnánk, amíg az atom nem érnénk.